Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét, ez itt a Köztér, fókuszban pedig a Székesfehérvári Egyes Számú Lakás Fenntartó Szövetkezet, hiszen még márciusban járt a stúdiónkban a szövetkezetnek az elnök, illetve ügyvezetője, és hát azt követően is rengeteg reakciót, levelet és hozzászólást kaptunk különböző felületeinken és platformunkon ehhez a témához. A lakóknak, a szövetkezeti tagoknak egy része nem tetszését fejezte ki, és folyamatosan vannak problémáik a szövetkezet működésével kapcsolatban. Stúdiumban köszöntöm az egyik szövetkezeti tagot, a munkacsoport vezetőjét, Szabó Melindát. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mi is köszönjük a lehetőséget, de szeretném megkérni, hogy ne használja a munkacsoport nevet, mert én rajt vagyok a szövetkezet honlapján olyan címszó alatt, hogy merészeltem kisbetűvel használni ezt, hogy munkacsoport. És tehát tulajdonképpen pellengérre állítottak, és nem szeretném, hogyha ebből esetleg a média... A szövetkezeti tag az lehet, hiszen... Ez igaz. Szövetkezeti tagként talán bemutathatom. Akkor elnézést, nem mint munkacsoport, hanem a szövetkezet tagját szeretném köszönteni a stúdiumban, és köszönöm, hogy ezt így rögtön tisztáztuk is, és akkor mik is az alapvető problémáik? Hát az egyik probléma pont ez, hogy tulajdonképpen a tagság jelentős része az elégedetlen a vezetőség munkájával. Ezt nagyon-nagyon sok olyan dolgot tudnék felsorolni, ami problematikus a szövetkezet működését tekintve, de ezt egy 2015-ös köztérműsorban már firtattuk, hogy arrogáns a vezetőség. Most az utóbbi időben is több tagtól kaptam levelet, amelyben panaszkodtak, hogy micsoda válaszokat kap a szövetkezet vezetőségétől a feltett kérdésekre, a lényegi kérdésekre nem adnak választ, holott már az ítélőtáblától kapott végzés értelmében is világossá tette. Én az elnöknek külön el is küldtem ezeket a végzéseket, kiemelve azt, hogy a vezetőségnek kötelessége válaszolni a tagnak, a tag által feltett bármilyen kérdésre érdemben válaszolni, mert ha nem válaszol, akkor a törvényességi keresetet lehet ellenük benyújtani. És ezt nem tartják be. De hát most végül is azt mondhatjuk, hogy az értekezés, a konzultáció időszaka volt a szövetkezet életében, hiszen küldött gyűlésre készülnek, hogyha jól tudom, akkor április 26-án lesz éppen ez. Igen, ez is érdekes, mert a tagértekezleteket kell megelőzni, mert különben tagértekezletek nélkül nem tarthatnának küldött gyűlést, de ezeken a tagértekezleteken már szó volt arról, hogy 4,41% a tagságnak 4,41% része vett részt. Ebből is jelentős része az közösségi megbízott és valamilyen funkciót betöltő tag volt, akinek idézőjelben illik ott lenni a tagértekezleten. Arról volt szó, hogy a részletes tájékoztatást kapunk a küldött gyűlési anyagról. Hát sajnos ez ismét elsiklott, mert épp a lényeg siklik el ezeken a tagértekezleteken. Ha valaki netalántán kritikát gyakorol, akkor pedig ordinális stílust enged meg az igazgató úr. Én is tapasztaltam, amikor ki akart zavarni a teremből, hogy azonnal hagyjam el például. Na nézzük meg, hogy március elején, amit említettem, hogy itt jártak nálunk, mind az elnök úr, mind az ügyvezető, hogy akkor ők hogyan fogalmaztak erről a küldött gyűlésről, hiszen megkérdeztük akkor őket itt a köztérben. A tagértekezleteken elhangzott témákról fognak majd tárgyalni, tanácskozni, vagy ilyenkor hogy néz ki, hogy ugye... A küldőgyűlésnek ugye megvan, hogy milyen napi rendeket kell, ugye az éves beszámolás, a jövő év, ez évi tervek, a különböző javaslatoknak az elfogadása, ebbe is most a taggyűlésen elmondtuk, hogy a tagoknak, ha olyan dolga eszébe jut, amin szeretnének változtatni, szeretnék, hogy bele legyen az alapszabályba, azt akkor tegyék meg, adják be, mert az igazgatóság ezt is tárgyalni fogja. Annyit még, hogy elmondom, hogy mi a legnagyobb gond. Az a legnagyobb gond, hogy a lakásoknak a túlnyomó részében nem a tulajdonos lakik, hanem lakáshasználó vagy lakásbérlő. És ők ugye nem rendelkeznek olyan jogosítványal, mint a szövetkezeti tagok. Természetesen tagértekezletre lépcső, ha a lépcsőházba hívjuk össze, oda se jönnek el, mert hát ők bérlik a lakást, kifizetik a tulajdonosnak a lakbért, és innentől kezdve
nem foglalkoznak vele. Van olyan épületünk, hogy a 30 lakásból nem tudjuk a határozat képességet, nem tudnánk összeszedni, ha levéllel nem keresnénk fel a tulajdonost, mert a 30 lakásból 11-en laknak benne, és még az 50% sincs meg. Ez érdekes, de sajnos ugye Fehérváron most már mindenki tudja, hogy a lakásbérleti díjak hol tartanak, és mindenki, aki valóban elköltözött, lakást nem adta el, és nyilvánvalóan nem a tulajdonos lakik benne. Ez egyébként nagyon megnehezíti a munkánkat, mert valami felszereléshez kell a lakossági szavazás, postán kell tértébevénnyel kiküldeni a tulajdonosnak, hogy szavazzon le, és jöjjön vissza a szavazólap, és tudjunk dolgozni. Nos, hát ők így vélekedtek a küldőgyűlésről. A küldőgyűlésnek semmi köze a tagsághoz, mert ott azon a küldöttek vesznek részt elméletileg. Ez tulajdonképpen jól mutatja, hogy a 2011-es küldőgyűlési jegyzőkönyvbe lemerték írni gátlástalanul azt, hogy minden, tehát a küldőgyűlés összehívása jogszerűen történt. Ez bent van és pontosabban ezt mondta az elnök szó szerint, megállapította, hogy küldőgyűlés összehívása törvényes előírásoknak megfelelően került sor. Ma már a 14-es botrányos küldőgyűlés után tudjuk, hogy tulajdonképpen 2015-ig törvénytelenül hívták össze a küldőgyűlést. Az, hogy a meghívóban milyen napirendi pontok vannak, az semmit nem mond, mert a küldőgyűlési határozatokra lettünk volna kíváncsiak, hogy milyen küldőgyűlési határozatokat akarnak elfogadtatni, de sajnálatos módon ezeket nem közölték. Nem rakták rá a szövetkezet honlapjára. És akkor mi alapján fognak dönteni? Hát azok már a határozatok, de a tagok miért nem kapják meg? Hát ezt kellene megtudni. Például ez az egyik olyan alapvető kérdés, amit szeretnénk föltenni a vezetőségnek, hogy miért nem jut a tagság hozzá a küldőgyűlési anyaghoz. A meghívókat valóban időbe kirakták. Igen, most én néztem is egyet, találtam is egy meghívót, hogy ugye április 26-án 17 órakor kezdődik. Én egy dolgot nem értek, de hát ezt lehet, hogy ön már jobban tudja, mert utána járt a dolgoknak, hogy a részvételi szándékot miért kell jelezni. Hát én azonnal írtam, amikor ezt láttam, azonnal írtam a Tettinger ügyvéd úrnak, de nem csak ezt említettem meg, hanem azt is, hogy arra akarták rávenni a tagokat, hogy írásba jelezzük azt, hogy milyen észrevételünk van, de hát ha nem jutunk hozzá a küldőgyűlési anyaghoz, akkor milyen észrevételeink lennének, ez az egyik. A másik pedig az, hogy a Tettinger ügyvéd úr 2015-ös küldőgyűlési jegyzőkönyvben világosan kifejtette, hogy a megjelent tagnak ahhoz van joga, hogy hozzászóljon a napirendi ponthoz, de ha nem tudom előzőleg, hogy mi a napirendi pont, egyáltalán fel se tud készülni az ember, de arra már senkinek senkinek sem kötelessége válaszolni. Így értelmezi az ügyvéd a tanácskozási jogot. Éppen ebből kifolyólag én írtam egy e-mailt a Tettinger ügyvéd úrnak, hogy jobban tanulmányozza már a tanácskozási jogot, mert a tanácskozási jog az azt jelenti, hogy egy adott kérdéskörben világosan mindenki kifejtheti az álláspontját. És esetleg választ is kap, nem? Ez a lényeg. Én gondolnám, igen, hogy igen. Ez egy ilyen, nem egy egyoldalú kommunikáció, igen, tanácskozás. Hát, nekem az elnevezésben nem vagyok jogász, tehát nem tudom. De már maga az is érdekes, ahogy az első körzet tagértekezletén azt mondták, hogy a tagértekezleti emlékeztetőket rárakják a szövetkezet honlapjára. Én írásba kértem, mind a mai napig nem kaptam meg. Nem küldték meg, a szövetkezet honlapján sincs rajt. Ez azért érdekes, mert a szövetkezet előszeretettel teljesen mást ír nem egy esetben az általa készített emlékeztetőben, mint ahogy a valóságban zajlottak az események. De mi ezt tapasztalati úton tudja? Tapasztalat. De nem csak ebben, hanem a küldőgyűlési anyagban is. Habár az utóbbi időben a botrányok meg az, hogy 2015-ben egy csomó törvényességi ügyet kezdeményeztünk, és bebizonyosodott, hogy a szövetkezetünk jogsértően működik nem egy esetben. Ebből kifolyólag most már azért jobban vigyáznak, de tulajdonképpen a tagok által feltett levél útján feltett kérdésekre nagyon sokszor eléggé tűrhetetlen módon válaszolnak. Hát például az elnök úrral, a jelenlegi elnök úrral is nekem személy szerint, és nem csak nekem, hanem a néhány taktársnak is az a véleménye, hogy jobban tenni, ha jobban utána járna a dolgoknak,
mert például az egyik tagtársunk felvetette azt, hogy miért kell minden lépcsőházba egy közösségi megbízott. Jobb lenne, hogyha egy ház, egy egység lenne. Én is ezt a nézetet vallom, mert az egy tag sokkal jobban át tudja látni az egy épületen belül folyó dolgokat. Meg rálátása van, hogy melyik lépcsőházban mit végeztek. Sokkal ezerszer jobb lenne. Erre az elnök úr elég érdekes módon válaszolt az illetőnek. A fentiekből látszik, a közösségi megbízott esetében fontos, hogy csak egy lépcsőház tevékenykedjen ott, ahol megfelelő, ismerete van. Amennyiben az ő javaslata a küldőgyűlés magáévá tenni, és több lépcsőház közösségi megbízottjának is lehetne választani egy szemét, és ez azt jelenteni, hogy hatékonysága jelentősen csökkenne. Hát az annyira felháborító, hogy az elnökünk, aki 1999 óta igazgatósági tag, azt nem tudja, hogy a szomszédokban a tagoknak közölt információk között mit szerepelnek. Egy csomó olyan közösségi megbízott van, aki két lépcsőházat visz, vagy hármat, sőt a Pilinszki téren ötöt visz, a Radnóti téren ötöt visz, például a közösségi megbízott, aki egyben igazgatósági tag és IB elnök. Tehát a küldöttek jelentős része egyben házbizottsági közösségi, vagy házbizottsági elnök jelenleg közösségi megbízott, és hát az elnök ennyire nincs tisztában, hogy mi folyik a szövetkezetünknél, de további példákat is tudnék felsorolni. Mindjárt folytatjuk a további példákkal és további témakörökkel, de érkeznek hozzánk is, hogy már említettem, folyamatosan visszajelzések, felvetések. A Kelemen Béla utcában élők például azért reklamáltak, mert érthetetlennek tartják a gázos munkálatok elvégzését. Megkeresték a szolgáltatót is, ahol az állásfoglalást kapták, hogy ez nem kötelező, hanem ajánlott fejlesztés. Nézzük meg együtt ezt az összeállítást. A jövő héten tartja a Székesfehérvári Egyes Számú Lakás Fenntartó Szövetkezet a küldött gyűlését. Több téma is terítékre kerül, és hát nyilván a szövetkezeti tagok a lakók részéről is több kérdés felmerül. Az ön számára mi lenne fontos, mi az, amit szívesen megkérdezne, vagy mi az, amiről szeretne beszélni ezen a küldött gyűlésen, hogy ott azon részt vesz? Igen. Üdvözlök mindenkit, bemutatkoznék, Farkas Károly vagyok, a Kelemen Béla 22-24-es lépcsőház küldöttje, és egyúttal közösségi megbízott a 22-es lépcsőházban. Hát én nagyon sok problémát látok a szövetkezetnél, de az egyik legsúlyosabb az, hogy 2016-ban elkezdte a szövetkezet a gáz szabványosítási műveleteket, arra hivatkozva, hogy ez egy törvény által előírt kötelezettség a lépcsőháznak, és 2016-ban még, vagy 17-es küldőgyűlésen elfogadtatta, hogy 150 ezer forintba fog kerülni. Az idén ezt az összeget már felemelték 250 ezer forintra januárban, most a küldötti anyagban már az van, hogy 300 ezer forint, és én hiába jeleztem, hogy ez nem igaz, amit a szövetkezet állít, hogy ez törvény írja elő. Erre azt mondták, hogy hát nincs róla semmi papírom, hát bizonyítson be. Én a katasztrófavédelemhez fordultam először írásban, hogy nyilatkozzanak, hogy a katasztrófavédelem elvárja ezt az átalakítást. A katasztrófavédelemről azt nyilatkozták, hogy ilyen elvárásuk nincs, őket ez nem érdekli, forduljak az EON-hoz. Az EON-hoz fordultam, mint a rendszernek a kezelője, tulajdonosa. És az EON-tól egy olyan választ kaptam, hogy ez, amire a szövetkezet hivatkozik, ez egy új építési ingatlannál helytálló, tényleg be kell építeni, de a meglévő ingatlanokban ez az átalakítás már nem kötelező. Az EON egyértelműen ajánlja ezt, különböző okokra hivatkozva, de például olyan, hogy nálunk van 16 lakás, most teljesen mindegy az, hogy mind a 16 lakást kizárják esetleg a gázszolgáltatásból, vagy csak négyet, mert négy csapot akarnak beépíteni hatalmas, horribilis áron, amit felháborítónak tartok, az meg pláne felháborító, hogy ilyen témákban, és nem csak ebben a témában is valótlanságot állít folyamatosan a szövetkezet, ami elképesztő, mert úgy gondolom, hogy a szövetkezet vezetősége nem arra való, hogy diktáljon, meg előirányzon nekünk dolgokat, meg mi megfizessük, hanem hogy kérdezzen minket, hogy mire van szükségünk, és mit szeretnénk.
Ezt egyébként jelezte a szövetkezet vezetőségének, akár az elnöknek, az ügyvezető igazgatónak, hogy ön utána járt ennek a dolognak, és mondjuk mellékelte esetleg az EON állásfoglalását, vagy a katasztrófavédelem tájékoztatását, vagy mondjuk ezt most kívánja majd megtenni a küldött gyűlésen? Igen, hát ez 2016 évvége óta folyamatosan jeleztem a szövetkezet felé. Rengeteg levélváltás történt a régi új elnökkel, a igazgatósági tagunkkal. Legutóbb például most az idén kaptam egy levelet az ügyvezető igazgatótól, Farkas Bélától, ahol azt állítja, hogy igenis törvényi előírást kötelezi a szövetkezetet arra, hogy ezt megvalósítsa, és leírta, hogy hol járjak utána és keressem meg az ő állításukat, hogy igenis paragrafusok írják ezt elő. Erre volt az a válasz az EON-tól, hogy hát ilyen nincsen. Arról nem beszélve, hogy a legutóbbi IB-ülésen is felvetettem ezt a kérdést, ahol egyértelműen azt állították nekem az igazgatósági tagunk, az igazgató úr, a felügyelőbizottság feladatát ellátó személy, hogy igenis létezik ilyen törvény, de hát ott van a bizonyíték, amit át is küldtem az elnöknek, az igazgatónak, hogy lássa, hogy igen, nincs ilyen törvény. Legutóbb ennek ellenére kaptam egy levelet az elnöktől, ahol még mindig próbál meggyőzni, hogy igenis, ezt meg kell valósítani. Tehát ki akar dobatni velünk plusz 300 ezer forintot a semmiért, aminek egy olyan munkáért, aminek nincs értelme, amit nem vár el tőlünk senki. Mit szólnak egyébként a szövetkezeti tagok velük? Beszélt erről már, hogy aki ott lakik az említett házban önöknél? Igen, beszéltem velük. Hát egyértelműen fel vannak háborodva ezen. És ugyebár, ha belegondol az ember, hogy miért erőlteti ezt a szövetkezet, és az előzményeket is megnézzük, a többi olyan dolgot, ahol igencsak erőteljesen fogott a ceruzája a vállalkozónak, akkor felvetődik bizonyos dolog az emberben. Nem kértek be egyébként több árajánlatot? Én úgy tudom, hogy ilyeneknél ugye szoktak több árajánlatot bekérni, hogy a mondjuk a legkedvezőbb szakemberrel, a legkedvezőbb árak és minőség mentén végeztessenek el ilyen munkálatokat. Nem tudunk ilyen több árajánlatról. Egyetlen egy céggel áll kapcsolatban a szövetkezet, aki tulajdonképpen ránk erőltet. Ezzel a céggel kapcsolatban is vannak kifogásaink, voltak már problémáink, amit jeleztünk a vezetőség felé, sőt, ennek a cégnek a vezetője kijelentette, hogy többet nem is hajlandó a lépcsőházunkba kijönni munkát végezni. Erről az igazgató úr Farkas Béla írt is nekem egy levelet, ennek ellenére ezek után is oda jött hozzánk most ez a vállalkozó, és ő próbál rábeszélni minket arra, hogy igenis erre szükség van, de hát természetesen nincs. De hát nem az a lényege a szövetkezeti működésnek, hogy például ön, mint ugye közösségi megbízott, képviseli a tagok, a tagtársaknak az érdekeit, és gyakorlatilag, hogyha senkinek nem tetszik ez a plusz költség vagy feladat, akkor végül is az ő érdeküket önnek kell közvetíteni a szövetkezet vezetősége felé, hogyha én jól ismerem a működésüket. Igen, hát ez lenne az életszerű és egy normális működés, de hát sajnos nálunk azt lehet mondani, hogy szinte egy személyes vezetés van, amit a Farkas Béla elgondol, azt mindenféleképpen véghez akarja vinni, és sajnos ő hozzá igazodnak az igazgatósági tagok és a felügyelőbizottság feladatát ellátó személy is. Hiába fordulok bármelyikhez panasszal, akár az elnökhöz, akár Liszt Ferenc felügyelőbizottság feladatát ellátó személyhez, egyszer lepörök rólam, és olyasmiket állítanak, ami már nevetséges tulajdonképpen. Olyan indokokat hoznak fel, legutóbb például az elnök úr azt nyilatkozta, hogy én laikus vagyok ezekhez a dolgokhoz. Hozzá kell tegyem, hogy 83 óta az építőiparban tevékenykedek, és azért van némi rálátásom műszakilag is, meg azért a lépcsőházunkban laknak szakemberek, akik értenek ezekhez a munkákhoz, árban is tisztában vannak, és hát aki nem vak, az láthatja, hogy tulajdonképpen semmi másról nem szól, csak hogy lehúzzuk a lépcsőházat ezekkel az összegekkel. Nos, hát ez volt egy ilyen tapasztalat, közben többször is megerősítette, legalábbis erőteljesen bólogatott, hogy ismerős gondolatok merültek fel itt az iménti bejátszóban. Teljes mértékben igaza volt a taktársnak. Egy kicsit azért korrigálnék. Tulajdonképpen ez 2013-ban kezdődött. A 7 és a 10 emeletes lépcsőházokban három fázisba csinálták meg, és utána jönnek a negyedikek per pillanat.
Ennek az előzménye az, hogy 2011-ben bizonyos törvénymódosítások történtek, és előrelátható volt az, hogy katasztrófavédelem és a gázszabványosítással kapcsolatban ellenőrzések lesznek a szövetkezetben. 11-ben ezt a szövetkezet tudta, ennek ellenére a küldőgyűlésen a 11-es határozattal, a 11-es küldőgyűlési határozattal meghozta azt, hogy egy 16-os számú melléklet értelmében bizonyos munkákat elhalaszt, arra hivatkozva, hogy a szövetkezetnek nincs pénze. Ebben az a lényeg, hogy ez a 16-os mellékletet, ezt velünk nem közölték, ez tulajdonképpen azok a munkák többsége, amit aztán 13-ban, amikor elkezdték az ellenőrzéseket végrehajtani az épületeknél, és buktak ki sorba a hiányosságok, hogy nem csináltatta meg a szövetkezet. Holott mi rendesen fizettük a közös költségeket. Tehát az a kérdés, hogy akkor hova lett tulajdonképpen az a pénz, amit a felújítási alapban... A közös költséget mire fizetik? A közös költség két részből áll, az üzemeltetésből és a felújításból. Tehát a felújítási pénzeinkkel voltak itt gondok. Tehát a szövetkezet arra hivatkozott, hogy nem volt pénz. Majd 13-as küldőgyűlésre, mivel már tehát érezték, hogy szorul a hurok, ezért hirtelen küldőgyűlésen megszavaztatták ezt a több mint 717 millió forintos hitelkeretet. Erre óriási felháborodás volt a szövetkezeten belül, mert a szövetkezetnél, a szövetkezeti törvényben van egy ilyen, hogy tulajdonképpen a tagsága a véleményét előzőekbe ki kellett volna kérni. Nem lehet úgy csak úgy ukmukfuk óriási összegeket megszavazni és hiteleket fölvenni a tagság tudta nélkül. Lehet, hogy odaadták a küldőgyűlési határozati pontokat, de valahogy e fölött elsiklottak, tehát akkor szembesültek a tagok, amikor elküldték, hogy na, most akkor havi 5000 forinttal, 6000 forinttal megemelkedik a közös költségbefizetés, mert hitelt vettek fel az épületeknél. Na már most, semmiféle előzetes felmérés nem volt, közölték ezt a 10-es mellékletbe, hogy 717 millió forintot terveztek be, de horribilis összegeket, amikor én ezt megláttam, azonnal a szövetkezethez fordultunk, mert például a mi lépcsőházunknál azt mondja, hogy gázszabványosításra előirányoztak majdnem 653 ezer forintot, a katasztrófa védelemre pedig 3 millió forintot. Tehát a mi épületeknél több mint 18 millió forintot akartak fölvenni. A szövetkezethez fordultam, óriási botrányok voltak, több műsorban is szóba került ez, ezért aztán tulajdonképpen 13-ban közlik, hogy 13. december 31-én állítólag 378 millió forintos hitelkeretet használtak fel. Ami azért aggályos, mert a cégbíróságra az egyik perbe amit a szövetkezet ellen indítottam, teljesen más összegek szerepelnek. Tehát itt a hitelállomány felvételével kapcsolatban komoly gondok vannak, tehát nem kapunk hitelt érdemlő adatokat. Az egyik fő probléma az. A másik probléma, amit a taktárs is említett, az, hogy például nálunk lépcsőházonként megvolt már a gázelzáró, kék csap, és tulajdonképpen az egyik köztérműsorban egy gázszerelő, aki ilyen felülvizsgálatokat végez, bent volt, és azt mondta, hogy annak semmi probléma nincs, az minden további nélkül jó. Ennek ellenére nálunk a kékeket kicserélték sárgára, és elég tetemes összeget a három csap elszerelését, körülbelül 200 ezer forintot számoltak el. De erről ki döntött? Mert elnézést, én valahogy azt gondolnám, hogy előtte megkérdezzük a lakókat, vagy szavazunk nem, róla, vagy akármi, ez nem így ment, akkor önöket késztények elé vagyunk állítva. Ez a másik legnagyobb probléma, hogy a demokráciát hírből sem ismeri a vezetőség. Itt totális diktatúra van, amit valóban a taktárs is mondott, kigondolnak, azt megpróbálják a mi torkunkon lenyomatni. Az utóbbi időben azért ez egyre nehezebben megy. Szóba került az is, hogy az alapszabály. Az alapszabályban egyértelműen le van fektetve, hogy tulajdonképpen a lépcsőház hatáskörében mi tartozna. Hogy a lépcsőház gazdálkodásának megtárgyalása. Én csak azt tudom a saját tapasztalatomat elmondani, 89 óta egyetlen egyszer nem volt rá példa, hogy megtárgyalták volna. A lépcsőház üzemeltetési költségösszegének megállapítására javaslat.
nem történt meg. Egyetlen egyszer nem kérdezték meg az ott lakókat. Én nagyon sokszor végigmentem a tagokat, kérdeztem, hogy tudnak-e dolgokról, és szinte kivétel nélkül, kivéve, mert a mi lépcsőházunkban lakott az igazgatósági tag, hát ő nyilván, hogy tudott valamit, de ezt nem osztotta meg velünk. A nagyobb javítások, felújítások, javaslattétel, ilyen sincs. Éppen most a legutolsó küldőgyű, vagy tagértekezleten tettem föl a kérdést a közösségi megbizottunknak, hogy kit kérdezett meg. Mert a tagértekezet előtt végigmentem a lépcsőházba, megkérdeztem a tagokat, hogy tudnak-e arról, hogy milyen felújítási munkák lesznek a 18-as évben a lépcsőházunkban. Senki semmiről nem tudott. Tehát önkényesen döntenek a fejünk felett, és ez a másik nagy probléma, amit változtatni szeretnénk. Egy ilyen ehhez hasonló történettel keresett meg szintén egy tagtárs, egy szövetkezeti tag. Egy ilyen érdekes választ kapunk arra, hogy hogyan lehet egy munkának különböző díja. Jövő héten tartja küldött gyűlését a Székesfehérvári Egyes Számú Lakás Fenntartó Szövetkezet. Több téma is ugye napirendre kerül, több kifogásuk, meglátásuk van a szövetkezeti tagoknak, tagtársaknak. Ön miről szeretne beszélni? Megmondom őszintén, hogy én nagyon sok mindenről szeretnék beszélni, de most nem tudom, mennyi idő van, így, hogy most akkor a villanyszabályosításról szeretnék beszélni, ami mi lépcsőházunkban történt. Én Poszti Józsefné vagyok, és a Sütő utca 26-ban lakom, tehát ami a Sütő utcában történt, arról tudnék tájékoztatást adni. De azért felhívnám a többi lakótársam figyelmét is, hogy azért ők is nézzenek oda, hogy milyen munkák folynak, mennyiért. Mert azért, ha többen oda nézünk, akkor ugye több erő van, hát ha tudunk valamit kedvezményt csinálni, valami kedvezőbb helyzetet a lakásszövetkezetnél. Mi volt a probléma, vagy mi az, ami szerint kifogásolható ezekben a munkálatokban? Hát olyan kifogásolható dolog van, hogy például a 2017 küldőgyűlési anyagban jelent meg ilyen, hogy villany szabványosítás, amire 710.000 forintot írtak elő. Ezt is megmondom őszintén, csak én tudtam meg véletlenül, mert hozzájutottam egy küldőgyűlési anyagról, senki nem tudott róla. Én egy pár ismerősömet felhívtam a többi lépcsőházba, és őnekik mondtam, hogy hát mindenki el volt ájulva az összegtől. És el is kezdték még tavaly decemberben ezt a villanyszabványosítást csinálni, úgyhogy a lámpatesteket cserélték ki. És akkor mindenki látta, hogy ugye csak a lámpatestek cserélődnek ki, és akkor mindenki mentünk reklamálni ugye a közös képviselőhöz, a küldöttekhez, és ezért a lakásszövetkezet összehívta a küldötteket, és a közösségi megbízottakat, elnézést, hogy nekik tartson a villanyszerelő, aki ezt a munkát végzi, egy kis tájékoztatást. Hát erről azért tudok, mert az egyik tagtársam egész véletlenül keveredett bele. Attól független, hogy a Herceg úr és a Farkas úr állandóan leveleikbe azt írják, hogy mi tagok mindenről tájékoztatva vagyunk. Többszörű egyeztetés van. Én megmondom őszintén, a Herceg úrnak válaszoltam is a levélben, hogy ne haragudjon, hogy tud ön az emberek szemébe nézni ekkor a hazugságtól. Hát hogyan lehet ekkorákat hazudni azért? Hát ott vagyunk 3941 ember, nem? És az egyeztetésen az történt, hogy, 485.000 forintra lecsökkentették ezt a 710.000 forintos összeget. Ott a villanyszerelő, tehát az tartott tájékoztatást. Ezt a 700.000-es. Igen, a 710-ről. Azt tartott tájékoztatást. Hát én nem voltam úgy, hogy nem tudom, hogy most mi csökkent, meg mi nem csökkent, megmondom őszintén. De annyit tudok, hogy mondom, hogy a lámpateszteket kicserélték, és akkor van egy ilyen elosztó helység, ami ugye két lépcsőháznak az elosztó helysége, ott dolgozott a villanyszerelő, tehát valahol belül csinált valamit, tehát a külső rész nem is cserélte. Én nem mondom őszintén, hogy én néztem, pár négyzetméter ilyen dolgot láttam, hogy kicserélt, tehát ott dolgozott összesen, megmondom őszintén, ha 8 órát, körülbelül 8 órát, és akkor ezért fizetnénk 710.000 forintot, na mondom, lecsökkentették 485-re, és most meg kézzel nézem a 2018 évi küldőgyűlési anyagot, ott pedig 550.000 forint van. Hát én nem értem, hogy a 100.000-ek csak így ugrálnak? Most mi a valóság? Tehát ezt nem tudjuk. Még annyit szeretnék mondani, hogy először én találkoztam a 215-ös küldőgyűlési anyagba, itt is van, villanyszereléssel, ami az van írva, tehát ugyanaz a
szöveg van írva, tájékoztatás, hogy mit csinálnak, mint a 2017 évibe. Tehát ugyanúgy, hogy a lépcsőházvilágítás érintésvédelmének kialakítása, búrák pótlása, holott mondjuk már 2017-ben nem búrák pótlása van, hanem az egész lámpatest cseréje, emeleti mérőszekrények szabványosítása, kapcsolók és kötődobozok cseréje, vessző sodrot kötések megszüntetése. És itt, ha hiszi, ha nem, Viktória, 200 ezer forint van. Hát ha 2015-ben 200-at irányzott elő, akkor hogy létezik át, hogy 2017-ben meg 710 ezer? Mondom, hogy annyi a különbség, hogy ugye lámpatesteket cseréltek, bár tudom, hogy a Vargas úr és a Herceg úr erre talál kifogásokat, ugye, hogy ez nem így van leírva, ez más tartalmaz ebben, más munkák is beletartoznak. De hát ugye azt mondják folyamatosan, hogy kaphatnak tájékoztatást, minden információt megkapnak, hiszen javul a viszony a szövetkezeti tagok, tagtársak, illetve a vezetőség között, és mindenki minden információra jogosult, és ezt meg is kaphatják, és tájékoztatást is, akkor most ez az ön tapasztalatai szerint mégsem így van? Nem, mert az az igazság, hogy írok én levelet, többször írok levelet, de soha nem arra válaszolnak, amit kérdezek. Van egy másik tagtársam, ő is ír levelet, hát most vettem észre egyik nap, mert átjött hozzám, hogy kézzel ugyanazt a választ írta neki, mint nekem. A betűről A betűre. A másik dolog, meg megmondom őszintén, Viktor, ami itt folyik, ami engem annyira megdöbbent, hogy elkezdtem kutatni a lépcsőház fűtését, mert én nem tudtam, hogy a közös költségben csak a lépcsőház fűtésének az alapdíja van. Tehát a lépcsőház fűtését mi számlánkhoz, tehát a lakás számlájához csatolják hozzá. És akkor elkezdtem írni ugye a lakásszövetkezetnek, hogy hát mégis mennyi ez az összeg, hát szeretném tudni. Elkezdtem írni a lakásszövetkezet. A lakásszövetkezet azt írta, kérdezem a Széphőtől. A Széphő azt válaszolta nekem, kérdezem a lakásszövetkezettől. Azt egy kicsit egy nagyon picikét bemérgesedtem, és írtam a Széphőnek, hogy most már ebből elég volt, idéztem a lakásszövetkezet levelét, mondom, ez nagyon jól megy önöknek itt a dobálózás ide-oda, mondom, nem tudom, hogy mit csinálna ön a mi helyünkbe, nekünk csak arra van jogunk, hogy fizessünk semmi máshoz, és akkor így a választ kaptam, hogy mióta vagy mikor volt változtatva a lépcső, tehát a fűtés alapdíja a lépcsőház miatt, ugye, mivel mondom, hogy ott csak az alapdíj van, bár ezt is megmondom őszintén, hogy nagyon igazságtalanságnak tartom, hát azért van a közös költség, hogy abba fizessünk mindent, ami a lépcsőházban van, igaz? Akkor miért csatolják oda? Egyáltalán minek is kell akkor a költség megosztó? Ugye a lépcső, ha a fűtés elszámolás, ugye már 50%-a légköbméterben megy, akkor lépcsőház légköbméterben megy, akkor van olyan üzlethelyiség, ami légköbméterben van, akkor minek kell nekünk a lakásnak az a költségmegosztó? Hát ez egy abszurdum, komolyan mondom, ez egy értelmetlen dolog. Nos, hát azért itt is többféle probléma merült fel, meg többféle tapasztalat, ami mondjuk az ön tapasztalatához hasonló, már amennyi az információ áramlást illeti, az biztos, hogy nincs információ, nem válaszolnak, vagy kibújnak a válaszok alól, ez itt is elhangzott. Ez teljes mértékben így van. Teljes mértékben így van. Rengeteg törvényességét lehetne a szövetkezet ellen indítani, de már szerintem a cégbíróságnak is elege van. De visszatérve erre a Sütő utcából, én is kaptam e-mailt, és nagyon érdekes, ők a gázzal kapcsolatos e-mail volt, hogy 2011 évi felújítások 150 ezer forintot irányoztak elő, amiből három gázcsapot, körülbelül 3,5 óráig tartott a munka, ezt 243.631 forinttal számolták el, 243 ezer, majdnem 244 ezer forinttal. Egy budapesti nemzeti közmű által végzett óradíj, vagy hát árajánlat, hogy mennyit dolgoznak. Egy óra munkaidő 14.642 forint, úti költség 10 kilométerre 3.000 valamennyi, úton töltött idő 5.300 forint, itt számolnak. Tehát érthetetlen az, hogy 3,5 órás munkáért miért kerül ez 244 ezer forintba egy lépcsőházba, a Sütő utcáról kaptam ezt a panaszt. Ami még nagyon-nagyon lényeges, itt az elszámolásokkal. Azt mindenképpen tisztázni kell, a küldőgyűléssel kapcsolatban több küldött is fölhívott, és elmagyaráztam nekik, hogy az én meglátásom szerint, az én véleményem szerint mi az egyik legnagyobb probléma. Az, hogy tulajdonképpen véleményekből, üzlethelyiségekből a szövetkezetnek több mint 100 millió forintos bevétele van,
A költségek levonása után az eredménykimutatási táblázatba kihoznak olyan 58-60 millió forintot, amire azt mondják, hogy a lépcsőházakra visszaosztják, már egyrészt az probléma, hogy ebből a több mint 100 millió forintból, hogy lesz 58 millió forint, ez nagyon-nagyon nagy különbség. Hogyha azt mondom, hogy beleszámolom a munkabéreket, tehát ilyen nagyobb kiadásokat, papír, irodaköltség, stb., akkor mondjuk marad 58 ezer forint. 58 vagy 58 millió. Millió forint. Az 58 millió forintra azt mondják, hogy tulajdonképpen a lépcsőházokra négyzetméter alapon visszaosztják. Én ezt évek óta forszírozom a szövetkezetnél, azért, mert tulajdonképpen a mi lépcsőházunkban már a Salétrom 15-ben, 2004-ben körülbelül 170 ezer forint jutott ezekből a dolgokból. Ami a Perek útján nagy nehezen, tehát 2004-ben, mikor elkezdtem forszírozni, azóta nem lehetett hozzájutni a lépcsőházi elszámolásokhoz. Pereket kellett indítanom, a nagy nehezen végül is, most már, ha én szólok a közösségi megbízottnak, akkor a közösségi megbízottunk egy 3x-4x szólok, akkor már kikéri és megkapom. Na most megnézem ezeket a kimutatásokat, és ezeken a kimutatásokon még novemberben szerepel bizonyos bérleményekből befolyt összeg, de tulajdonképpen év végére ezek a pénzek egy az egybe eltűnnek. Tehát a kimutatással is probléma van. Én nem vagyok könyvelő, lehet, hogy nekem szimpatikus a Piroska a jelenlegi könyvelő, tehát nem személy szerint őt támadom, hanem arra szeretném ráirányítani a figyelmet, hogy nem látszanak ezek a béleményekből visszaosztott pénzek az üzemeltetésben, mert hogyha az üzemeltetésben a befizetésként csak az az összeg szerepel, amit mi a közös költség üzemeltetésére fizetünk. Mert hogyha ezek a visszaosztott pénzek is szerepelnének, akkor nem lenne olyan, hogy mínuszba lenne az üzemeltetése a lépcsőháznak, és a felújítási alapból kellene pótolni. Tehát, hanem pontosan még az üzemeltetésben pluszba maradna, amit át tudnánk vezetni a felújításhoz. Tehát az én megítélésem szerint nagyon-nagyon aggályos eznek a béleményekből és a közös költsége, tehát a béleményekből és a külső vállalkozásba befolyt összegeknek az elszámolása. De hát most ugye ön is azt mondja, hogy nem mindig kapnak megfelelően adatot, meg többször kell érte menni, utána járni. Ugye a hölgy itt arról panaszkodott, hogy ő feltett egy kérdést, és gyakorlatilag egy ilyen, én most csak egy példát mondok, hogy egy Ctrl-C, Ctrl-V-vel kimásolták, és akkor gyakorlatilag beillesztették ugyanazt a választ a másik taktársnak is a levelébe. Tehát, hogy nincs információáramlás. Ugyanakkor meg a Herceg úrék azt mondták itt nálunk a köztérben is, hogy ők ezen dolgoznak, hogy mindenki mindig mindenről információt kapjon. Most akkor mégse ezt tapasztalják? Nem. Tehát egyáltalán nem tapasztalunk javulás, sőt romlás van, ez a tagértekezeteken való megjelenési arány is mutatja. Tehát a tagságot a vezetőség semmibe veszi, a szószoros értelmébe. Tehát fejünk felett döntenek, demokráciát nem ismerik, arrogancia nyilvánul meg a részükről. Tehát súlyos problémák vannak, az, hogy a hercegúrék és a hercegúrék mit írnak bele a bizonyos papírokra, azt nagyon jól szemlélteti az, hogy például 2000, amikor a botrányos küldőgyűlés nél többen beadtunk az ítélőtáblához beadványokat, és az egyik taktárs az világosan elmondta, hogy ő is régóta ott lakik. Tehát az, hogy a szövetkezet leír valamit egy beadványba, az még nem azt jelenti, hogy valóság. És azt hiszem, hogy ez világosan tükrözi a problémáinkat. Fogunk még beszélgetni erről a témáról. Én azt hiszem, hogy sok minden van, amit tényleg át kéne néznünk és átbeszélgetnünk, számok, működés, SMS, és még sorolhatnám, hogy milyen tekintetben. Műsorunk végén még egy kérdést engedje meg, hogy föltegyek önnek. Április 26-án lesz ugye 17 órai kezdettel a civil központban ez a küldöttgyűlés. Változtat bármin is, hogy ott rengetegen lesznek, és mondjuk elmondják a véleményüket ön szerint? Én attól tartok, hogy ez a trükkük, hogy limitálják a hozzászólást. És azt mondják, hogy 2 percben lehet hozzászólni az adott ponthoz,
Ebben nem lehet, két percben nem lehet limitálni, tehát nem lehet összefoglalni a küldőgyűlési anyag aggályos pontjait. A küldöttek tavaly nyomdafestéket nem tűrő módon viselkedtek, például Káprai Attila felszólalása alatt az egyik küldött, hogy mondjam, a kocsmába különből beszélnek, mint ahogy ő megnyilvánult a küldött társnak a hozzászólásához. Ott ültek mellettem a szövetkezeti dolgozók, felhívtam a figyelmüket, ugye ők is hallották, sőt a több taktársam is hallotta. Tehát én arra szeretném kérni a küldötteket, hogy próbáljanak türelemmel lenni. Egyetlen egy mód van, amikor a tagok kifejtetnék a nézetüket, ez a küldőgyűlés anyagban, ez pedig a küldőgyűlés. És tisztelettel kérem őket, hogy legyenek türelemmel, hallgassák meg az általunk kifejtetteket, és érdemben zajlódjon ez a küldőgyűlés. Hiszen tulajdonképpen azért önök fizetik őket. A szövetkezeti tagdíjakból gondolom én, hogy biztos az ő bérükre is fordítanak pénzt. Igen, ezt én feltételezem. Igen. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt volt. Nézőinknek is köszönöm a figyelmüket, Köztérre természetesen jövő héten is jelentkezünk, és hát április 26-án a Fehérvár Televízió is kint lesz a küldőgyűlésen. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra.